Mint egykor a rikkancsok úgy osztják az utcán a Magyar Hang című hetilapot, az árusításban azonban itt a főszerkesztő is kiveszi a részét. A lapot az április 10-én bezárt Magyar Nemzet újságírói alapították. Azt mondják azért, mert szerették volna folytatni a független szakmai munkát. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a mindenkori hatalmat a magunk eszközeivel ellenőrizni tudjuk. Ezt nem könnyíti meg egyébként a hatalom nyilvánvalóan. Minket abszolút kirekesztenek mindenhonnan, tehát a leggyűlöltebb médium a kormány szemében mi vagyunk. Tehát semmifajta választ nem kapunk soha, semmilyen megkeresést, interjút soha nem adnak, sajtótájékoztatókra, kormányinfóra nem engednek be. A főszerkesztő szerint anyagilag is nehéz dolguk van. Kezdetben egyáltalán nem volt bevételük, maguk finanszírozták a lap megjelenését. György Zsombor szerint az újságot most gyakorlatilag az olvasók tartják el. A megjelenés érdekében pedig jobb hiány a 25 dolgozó fizetésén spórolnak. Sosem költhetünk többet, mint amennyi bevételünk van. És nekünk bevételünk 90-92%-ban az olvasóktól van. Magyarán abból, hogy megveszik az újságot. A különbözet az minimális hirdetés, főleg a kultúrális szektorból, magánszektorból, illetve még egy kis rész a úgymond közösségi finanszírozásból, ami összejön adományokból. Egyértelműen van igény a független szakmai újságírásra. Az RTL híradónak nyilatkozó média kutató szerint támogatók nélkül nagyon nehéz független újságot írni. Gazdaságilag elképesztően nehéz helyzetben vannak, ugye nagyon nehéz egy független lapnak hirdetőt találni, csak és kizárólag az olvasókban lehet bízni. Természetesen azért az olvasók részéről is vannak anyagi kérdések, nem mindenki engedhet meg magának egy fizetős lapot sajnos. Korábban a G7 portál gyűjtötte össze, hogy 2017-ben a három legkisebb példányszámban eladott hetilap kapta az állami hirdetések 87%-át. Ezek mind kormányközeli médiumok, míg a sokkal olvasottabb, de kormánykritikus lapokba alig jutott állami hirdetés. A több mint 9000 példányban megjelenő Magyar Hangban idén még egyetlen egy sem jelent meg.